alkotmányozó nemzetgyűlésre van szükség Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom alkotmányozó nemzetgyűlést szeretne, és az alkotmányozó nemzetgyűlésben gondolkodunk. Magyarországon a történeti alkotmányunk jogfolytonossága már régen megszakadt. Az 1949-es alkotmány sem volt a folytonosság az alkotmányunknak, és rendkívül fontos az, hogy a jelenlegi alaptörvény az meg pláne nem alkotmány. 2012-ben ráadásul nem is övezte széleskörű társadalmi egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy miről is szóljon és hogyan szóljon az az alaptörvény. Ezért mi magyarok és én magam is azt a jelenlegi alaptörvényt egy párt alaptörvénynek tartom, ráadásul Szájer József írta, ezen mindenképpen változtatni kell, ezért rendkívül fontosnak tartja a Mi Hazánk mozgalom, hogy egy új alkotmányt, alkotmányos nemzetgyűlés keretén keresztül létrehozzunk, amihez mindenképpen egy javaslattal fogunk érni az országgyűlés felé. Szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy eleve két kamarás rendszerben kellene, hogy működjön a törvényalkotásunk, hiszen ez korábban is így volt kitalálva, hiszen az alsóházban a képviselők dolgoznak, a felsőházban pedig egy olyan civil, társadalmi szereplők vannak jelen, akik a szakértelmükkel egy féket, egy ellensúlyt tudnak biztosítani a törvényhozás tekintetében. Ezért rendkívül fontosnak tartja a Mi Hazánk mozgalom, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés létrejöjjön, létrehozzuk, és ennek érdekében javaslattal is fogunk élni az országgyűlés felé. Most pedig átadnám a szót Pfister Zsuzsanna szakpolitikusunknak. Köszönöm szépen. Köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. A Mi Hazánk mozgalom az alkotmányozó nemzetgyűlésen kívül más határozati javaslatot is benyújt a közeljövőben. Ennek értelmében pedig ugye a Mi Hazánk mozgalom már évek óta a zászlajára tűzte a végrehajtó maffia áldozatainak a megsegítését és a kártalanítását. Ennek érdekében pedig egy olyan határozati javaslattal fogunk élni a közeljövőben, ami egy kártalanítási alapot biztosítana azoknak a devizahitelkárosultaknak, akiknek ugye már évek óta lassan több mint 25 éve nem zárult le az ügye, és végre őket is kártalanítani kell, illetve azokra az ügyekre vonatkozóan is gondolnánk ezt a kártalanítási alap létrehozását és ebből a kártalanítás véghezvitelét, akiknek olyan tartozásokat hajtottak be, amik egyébként elévült tartozások voltak az elmúlt időben. Ugye az köztudott, hogy már több éve nincs megoldás a devizahitelesek kálváriájára, és még mind a mai napig nincsen erre megoldás, és mi pont erre szeretnénk már végre valahára pontot tenni, hogy a magyar emberek még 2024-ben a devizahitel miatt szenvedjenek, több százezer család is akár, és fontos megjegyezni, hogy nem csak a folyamatban lévő ügyekre vonatkozna ez a kártalanítás, hanem a már lezárt ügyekre is, szóval visszamenőlegesen is szeretnénk kieszközölni ezt a kártalanítási folyamatot. Ezen kívül nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az elévülési szabályok a mai rendszerben elég kétségesek, és éppen ezért köteleznénk arra a végrehajtókat, hogy hivatalból vizsgálják felül az elévülést minden egyes ügynél, mivel jelenleg úgy mennek ezek a végrehajtási eljárások, hogy nem kell nekik ezt vizsgálni, és nagyon gyakori eset az, sajnos, hogy valóban elévült tartozásokat hajtanak be jogtalanul a végrehajtók, legalábbis biztos, hogy igazságtalanul, és pontosan ezért is kell ezt a kártalanítási alapot létrehoznunk. Ezt a kártalanítási alapba mindenféleképpen az érintett pénzintézeteknek, a bankoknak is be kell fizetni a részüket, illetve a különféle oligarcháknak és a globális cégeknek is ki kell venniük a részét ennek a megalkotásra váró javaslatunkba, hogy ők is fizessenek és vállaljanak felelősséget a devizahitelesek és a végrehajtó maffia áldozatai érdekében. Mielőbb rendet kell tenni a végrehajtási törvényben, és végre igazságos végrehajtást kell létrehozni, ennek pedig szerves részét kell, hogy képezzen ez a kártalanítási alap, amely elérése érdekében a Mi Hazánk mozgalom határozati javaslattal fog élni a közeljövőben.